kell például külföldre utazni azért, hogy megismerjük környező országok népviseletét, elég elmennünk Miskolcra, ahol van egy több száz négyzetméteres kiállítóhely, ez a Lézerpont látványtár, eltűnőben lévő kismesterségek használati tárgyait is láthatják, meg még sok mindent most meglátják. A gyűjtés az 35 évvel ezelőtt kezdődött, nagyon régen, Mohácsi vész után rögtön. Könyvekkel, azon belül is a Bibliákkal kezdődött a gyűjtés, és a Biblia hozta magával a többi könyvet, a régi könyveket, az hozta magával a régi térképeket, és amikor ezek után jártam, akkor mindig beleakadtam valamibe, ami érdekelt, és akkor elkezdődött ez a végtelen gyűjtés, ami most már 14 féle témában, 35 éve, hát azt hiszem, hogy normálisnak semmiképpen nem nevezhető gyűjtés. Én azt hiszem, hogy az életem 5 évvel vagy 10-zel tovább fogok élni, mert ezt sikerült megcsinálni. Én nem tudtam, hogy én ezt a 14-et gyűjtöm. Tehát én mentem, elmondottak szerint először a Bibliák után, aztán a könyvek után, és akkor elkezdődtek a tárgyak, és azokat én minden különösebb rendszer nélkül elkezdtem gyűjteni, és akkor lettek különböző helyeken, papírdobozokba becsomagolva, össze-vissza garázs, pince, szomszéd garázs, a munkahelyen pince, össze, mindenütt összegyűltek ezek a tárgyak, és az, hogy ez 14, és hogy ez közel van az elérhető teljeshez, relatív. Ahány téma, annyiféle gyűjtési módszer, hát mondjuk az ásványok. Ahhoz Erdélybe ki kellett menni, mikor népviseleteket gyűjtöttem Erdélybe, összejöttem romániai bányászokkal, akik ilyen mély művelési nemesfénybányákból hozták fel ezeket a bányavirágokat, és akkor velük azt hiszem 10 éven keresztül barátkoztam és cserélgettem velük, a Romániából kihozni, és rettenetes dolog, kockázatos dolog volt, az gyűjtés is ebben, itt egy kis logisztikai feladat is volt vele együtt, hogy meg kellett szervezni azt, hogy azok a románok, akik ismerték a vámost, azok majd áthozzák, és akkor itt átadják nekem, amire ott megállapodtunk. A bányászok nagyon egyszerűen számoltak, mert ők dollárt kértek az egészért, úgyhogy őnáluk az ő devizájuk a dollár volt akkor, tehát ez még a boldog békeidőben volt, ez a Ceausescu volt akkor ott a főnök. Az ember, hogyha hozzájut egy-két dologhoz, akkor úgy se tud megnyugodni, míg nem megy el a könyvtárba. És akkor elkezd hozzá bogarászni, olvasni, most már könnyebb ugye az interneten, de régen a könyvtárba, vagy múzeumokba, és akkor elkezdi megismerni ezeket a tárgyakat, ez elengedhetetlenül szükséges ez a folyamat, mert aki nem teszi meg, az nagyon pórul jár, a széki öreg asszonyok vezettek meg, de rettenetesen biztosan ismeri ezeket a piros-feketébe járó idős asszonyok fejkendővel, mostanában is lehet őket látni. Na, ők nagy seftesek, ők bejárják Erdélyt, és összeragnak mindent mindennel, számítva arra, hogy úgyse tudja szegény mazsola, hogy miről van szó, és az ember oda megy hozzá, hogy nekem most széki kéne, akkor ez az, amikor oda megyek hozzá, hogy torockói kéne, akkor kis, ez a legjobb torockói, ez maga, ugye? És amikor az ember hazamegy, kipakol, előveszi az irodalmat, megnézi, és akkor elrettelme látja azt, hogy minden ruhadarab más vidékről való, és más korból való. Tehát én nekem a nagy tanítómestereim a széki öregasszonyok voltak. Amin most nagyon megy, vagy amit most nagyon hajtok, ez az 1945 és 1968 közötti időszaknak a tárgyai, és az emberek környezetében lévő olyan dolgok, amiből ezt a kis mikrotörténelmeket össze lehet rakni. Ez az a hely, ahol mindenki jajgott. Jaj, ilyen volt nekünk is, emlékszel, meg jaj, a nagymamának most is van még ilyenje. Meg emlékszel rá, meg ilyen, meg júj, meg hogy a csokoládé, amit ettünk, meg a játékok, amelyekkel játszottunk. Tehát ez az a kiállítás, ahol nem kell különösebben vezetni a látogatót, hanem mindenki megtalálja itt, különösen az idősebbek. Egy-egy kérdés úgy tűzbe hoz, most például azt teljesen beleőrültem, keresem mindenütt, ahol találom a szentelt víztartókat, házi szentelt víztartókat.
Ez egy olyan aranyos tárgy volt, a Gics határán van, vagy néha át is csúszik rajta, de miután elkezdtem utána járni, kiderült, hogy ez egy nagyon fontos vizuális eleme volt az otthoni lakások berendezésének, a katolikusoknak különösen. Most például ez a minden. Ez például Munkács városába öntötték, ez vasból készült, de még a tálca is vasból van. Ez egy nagyon híres öntvénykultúra terméke, ezek a bizonyítások. Ezelőtt vagy 10 évvel döbbentem rá, hogy én ezeket a tárgyakat szeretem, és miért kell nekem üvegdohányzó asztal meg műbőrfotelba mellett üldögélni. Én azt mondtam, hogy ha már megvannak ezek a tárgyak, ezeket idehozom magammal, és sokkal jobban érzem magam azóta, mióta ezek a tárgyak itt vannak. Ezek ahhoz vannak, hogy ha tele van a hócipőm, mert előfordul a vállalkozókkal, akkor bejövök ide, és akkor megnyugszom, és nagyon sokszor végignézem őket, megszeregetem őket, ezek az életem része, és ezek én kívánom mindenkinek azt, hogy legyen olyan szerencséje, hogy ilyen tárgyakkal vehesse magát körbe, vagy találjon meg valamit, ami így boldoggá teszi. És hát sajnos akár külföldre is kerülhet ez a páratlan gyűjtemény, Barna György gyűjtő munkája. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Itt van nálunk. Gondolom, hogy nem ez a cél, hogy külföldre kerüljön, de miért gondolkodott el, hogy egyáltalán eladná ezt a pazar gyűjteményt? Ez az eladás, ez az utolsó menekülési lehetőség. 3 éve próbálok ehhez, ennek a kiállításnak méltó helyét keresni, és a méltó az itt nem a gazdagságot jelenti. Megbecsülést? Igen, azt hiszem egy 64 éves embernek, akinek van egy ekkora 30 ezer darabos gyűjteménye, ennek gondoskodni kell a jövőjéről, és az a nagyon nagy felelősség, amit csak én érzek át, aki a gyűjtést elvégezte, kiparancsolja azt, hogy ennek megfelelő folytatása legyen, és szomorúan kell mondanom, hogy 3 év minden szinten próbálkoztunk már város, megye, ország, miniszter, és nem hozott eredményt, még mindig nincs olyan befogadó hely, ahol ezt a gyűjteményt én nyugodt szívvel át tudnám adni. Na most jól értem én, hiszen itt már 4 évtized munkájáról van szó, a kiállítása most nyílt, hogy nem feltétlen pénzre van szüksége, hanem megbecsülésre, elfogadtatásra, arra, hogy beintegrálódjon ez például Miskolcon, mint idegenforgalmi látványosság? Én itt ez egy kicsit fából vaskarika lenne Miskolcon, mert Miskolc nincs rajta az idegenforgalmi térképen, sajnos a magyarországi térképen. Most itt valóban jól látja, nem a pénzről van szó, hanem arról, hogy ez a gyűjtemény maradjon együtt valahol. Be tudják mutatni, legyen haszna, kerüljön egy olyan helyre, ahol megfelelő látogatottságot tudnak neki biztosítani, a fenntartásához szükséges költséget fedezni tudják, mert az, ami most jelenleg vár rá, attól óvna meg a legszívesebben, mert ugye Magyarországon a magángyűjtemények sorsa se jogszabályilag, se a szokásjuk szerint nincs rendezve, ezért amikor a hozzám hasonló gyűjtők elmennek, akkor utána óriási pusztulás következik be, és a gyűjtemények széthullanak, egy része visszakerül a régiségkereskedelem piacára, és ott többszörös haszonnal újraértékesül, a kisebbik része, vagy a nem gondozott része pedig egyszerűen megsemmisül. Hát gondolom, hogy azért az a cél, hogy az országban tartsa ezt a gyűjteményt, de hát az is tudod, hogy német és holland múzeumok már jelentkeztek, csak gondolom, ott az is probléma lehet, hogy mondjuk nem egységében nézik ezt a sok mindenre épülő kiállítást, hanem mindegyiket mondjuk egy másik múzeum venné meg. Igen, ez tulajdonképpen 10 téma, ami ebben a látványtárban látható. Ebből a 10 témából 5-nek már van gazdája külföldön. És érdekes módon ott, ahol helyén van a magángyűjtők értékelése, megtalálták beillesztették a nagy tudományos múzeológus világba, ott erre nagy fogékonyság van, és olyan pénzeket ígérnek érte, hogy mi magyar egyszerű halandók el se tudjuk képzelni. Egyszerűen nekik nagyon jól jön egy ilyen gyűjtemény, mert egyben meg tudja venni a kelet-európai
népviseleti gyűjteményt, anélkül, hogy ki kellene tenni a lábát a múzeumába. Na de most mondja, hogy például egy egységében a kelet-európai gyűjtemény, szóval épp a népviseletek kiállítás az Európában egyedülálló. Az most kikerül mondjuk az országból, hát akkor itt kikerülhetnek akár olyan pótolhatatlan darabok, amik akár felkutatására nem biztos, hogy lehetőség van. Ez is így van, mert ez 40 év alatt ennek a gyűjteménynek a fele körülbelül olyan, amiből nincs több darab. Most az, hogy ez ilyen tematikusan összegyűjtött népviseleti kiállítás, mint ami nálunk megvan, erre nem volt példa a millenniumi kiállítás óta, és azt, ez 4000 darab népviseleti elemet jelent, ez körülbelül 1000-1200 népviseletet jelent, és mind eredeti népviselet. Nem akarok bántani a szakmából senkit, de egyetlen múzeumnak sincs ennyi még, és ennek a kiállításon szereplő viseleteknek a fele, ez utolsó darabok, egyszerűen. És én azért küszködök, azért próbálok valahogy menteni belőle, hogy ezek a ruhák kikerülnek az országból. Ennek az ország gyönyörű volt a népviseleti kultúrája, és mi most engedjük el ezt a gyönyörűséget. Hát ezt sajnálom, de hát azt tudom, hogy már civilek azért mentenék ezt a gyűjteményt, és az egyik közösségi oldalon is elindult egy összefogás. Hú, Miskolcon most szívemnek, hát azért ez jó érzés, szívemnek kedves dolgok történnek Miskolcon. A város vezetői közömbösen nézik ennek a gyűjteménynek a sorsát. Egy év alatt nem tudtunk előtte, ha odáig sem megkérdezzék, hogy mi legyen vele. És amikor kiderült, hogy most már konkrét vevői vannak az egyes kiállításoknak, a civilek Facebook, a szokásos módon az interneten elkezdték megszervezni ezeket a fórumokat. Most lesz megint két olyan alkalom, ahol különböző megfontolásból különböző típusú emberek összejönnek, és megpróbálják megkeresni azt a lehetőséget. Nem tudom, hogy elég-e az ő akaratuk, de mindenképpen jól esik. Mindenképpen visszatérünk erre, és köszönöm szépen. Nagyon köszönöm én is a lehetőséget.